Köszöntöm Önöket! Az Aaron Bloom álnéven író Virág Gábor legújabb kötetét mutatták be a Szabadkai Városi Múzeumban. A rendhagyó helyszín oka a múzeum emeletén megtekinthető bicikli kiállítás. A tárlat teljes egészében illeszkedik nem csak a regény témájához, de az illusztrátor Sinkovics Ede rajzaihoz is. Könyv formájában is megjelent az eddig csak interneten olvasható Aaron Bloom biciklizéseim Török Zolival című írása. A közönségnek a témára hangolódást a kérdező Bencsi Korsolya mellett kifejezetten segítette a Városi Múzeum Szabadka a biciklisek városa című tárlata is. Az a jó, hogyha minél több dolgot bele lehet magyarázni, illetve tehát minden olvasó számára más és más történet áll össze a fejében. Tényleg én már nagyon sokféle értelmezését hallottam, sőt én magam is többféleképpen tudom értelmezni. Én úgy gondolom, hogy az író az csak addig része a könyvének, amíg meg nem, tehát le nem adja a kiadójának, utána pedig egyféleképpen saját, vagy hát a sorsára engedés, és utána már nem sok köze van ahhoz, hogy ki mit olvas bele, úgyhogy ebből a szempontból mindenki azt olvas amit akar, illetve hát amit szeretne. Egyébként szerkezetileg is tettél róla, hogy ebbe aztán sok mindent lehessen, akár csúnya szóval élve belemagyarázni, de hozzáfűzni akár, vagy elképzelni, hozzáképzelni, mert hogy ugye felvetődik rögtön a kérdés, hogy ki írja a regényt, és tényleg ez fontos, hogy és most nem is a címszereplők, vagy címszereplőre, vagy akár a főszereplőkre gondolok, hanem elsősorban az írói jelenlétedre, hogy a Virág Gábor ugye említetted, hogy miért volt fontos ez a művésznév kiválasztása, hogy Aaron Bloom, de hogy ez vajon mekkora szerepjáték? Én nagyon szeretek játszani, illetve tehát rejtőzködni is. Mindenféleképpen az, hogy álnéven írok, az egyfajta rejtőzködés, illetve hát a polgári életem miatt rá is kényszerülök egyfajta ilyen rejtőzködésre, de ugyanakkor maga a szövegeim, illetve hát szeretem úgy írni a szövegeket, hogy én magam is jól érezzem magam közben, illetve hát tudjak velük játszani, illetve hát az olvasó számára is egy játék legyen az, hogy értelmezni tudja, illetve hát bizonyos értelmet fel tudjon benne fedezni. Úgyhogy én tehát nagyon örülök, hogy ezt többen is így fogták fel, mint egy játékot, és remélem, hogy a következőkben is sokat fogunk még játszani ezzel a szöveggel. Én is, és az olvasóim is. A mostani könyved úgy indult, mint blog. Ugye elkezdted körülbelül 2 évvel ezelőtt, 2009-ben. Amikor elkezdted, vajon felmerült benned, hogy akár ez egy komolyabb történet is lehet? Nem, ez nagyon sokáig tényleg csak egy ilyen, hogy is mondjam, napi szórakozás volt, amikor is, tehát a számomra is meglepő módon egyre többen olvasták, illetve egyre többen rákattantak, úgymond, tehát ezt most nem csak azért mondom így, hogy szlengben beszéljek, hanem tehát tényleg internetes formaként rá kellett kattintgatni erre-arra, illetve kalandozni kellett a különböző bejelzések között. Egy idő után aztán kezdett egyértelművé válni, hogy ebből könyvet kell csinálni, kiadók érdeklődtek utána, illetve hát az olvasók is kifejezték ezt az igényüket, hogy jó lenne könyvként viszont látni. Az már egy másik történet volt egyébként, hogy lehetett ebből a szövegből könyvet csinálni, de láthatólag lehetett valahogy, úgyhogy ez már egy másik történet lesz. De a blog szerkezetet nagyjából meghagytad, mert hát nyilván például a rövid mondat szerkezetek akár jelen vannak, és maga stílusában is. Igen, és erre próbáltuk is valahogy rájátszani. Tehát a blognál mondjuk ott ez a körkörösség, illetve ez a végtelenszerűséget a technikai okokból sokkal könnyebben ki lehetett mutatni, illetve rá lehetett játszani. A szövegnél viszont nehezebb volt, mert ott végig is van egyfajta sorrendiség, illetve hát van eleje, illetve vége könyvnek. Mondjuk mi erre is próbáltunk rájátszani, hogy nem, nincs vége a könyvnek. Tehát többször is véget ér, illetve többször is úgy tűnik, hogy innen már nem lehet tovább folytatni, vagy ellenzik az, hogy végre vége, de aztán újra és újra folytatódik, meg hát ez sem véletlen, hogy tulajdonképpen úgy fejeződik be, illetve hát nem fejeződik be, hogy a mondatnak nem lesz vége, tehát az utolsó mondatnak nincs vége, és ezzel is, igen, és hogy ezzel próbáltunk valahogy ezt a blog szerkezetet, illetve hát azért is csináltunk belőle a képes könyvet, hogy szintén valahogy utaljunk erre az eredeti formára. Van egyfajta népszerűség, illetve hát bizonyos körökben népszerű a könyv, ezt ma tudtam meg a Edétől, hogy Brad Pittnek is van egy példánya már, és hát tényleg ezt állomásra sem gondoltam volna, hogy ilyen utakat is bejár. Másrészt pedig tényleg érdekes, hogy nagyon sokan bele tudtak helyezkedni, mint Török Zoli, mint a főhősnő szerepébe, és
tényleg a mai napig jelennek meg újabb és újabb érzések a Facebookon, különböző irodalmi táborokban írják tovább a törőszövét, úgyhogy... Téged a mennyire vezettek, mint írót nyilván, a blog visszajelzések, amikor kaptad őket folyamatában, gondolom? Mindenféleképpen hozzájárult ahhoz, hogy hogyan fejlődött tovább a szöveg, illetve azt is, tehát látszódott a különböző bejegyzéseknek a népszerűsége, hogy mi az, ami jobban tetszik az embereknek, mi az, ami nem. Mondjuk engem nem annyira ez a népszerűség, hanem pont az, hogy fenntartsam ezt a folyamatos érdeklődést, illetve az érdekességét a történetnek, illetve hogy mindig rákényszerítsen valamiféleképpen az olvasót arra, hogy visszajöjjön a következő nap is. Tehát megvoltak ezek a különböző cselezések a történetvezetésben, hogy újra és újra visszatérjenek. Uh-huh. És magad hogy kényszerítetted rá? Mert ugye az ember regény teljesen máshogy ír, tehát egy hosszú prózát teljesen máshogy ír, mint ezt a blokk szerkezetet, vagy blokkrendszer. Hát én nagyon régóta terveztem azt, hogy rákényszerítsem magam arra, hogy minden nap írjak. És hát erre a legjobb forma az, hogy az ember naplót ír, de tehát úgy gondolom, hogy az én életem nem olyan érdekes, hogy most azt érdemes lenne minden nap, nem tudom, este vagy reggel leülni és feljegyezni, mi történt velem. Viszont ezzel a játékossággal, illetve hát ezzel a kitalált történettel, illetve azzal, hogy rögtön elérhetővé tettem, meg voltak a visszajelzések, magam is rá voltam kényszerülve, hogy minden este leüljek és újra visszatérjek a törőszolihoz. Szerencsére ő is visszatért hozzám, és így megszületett a könyv. Szerelmi történet, ahol valamiféleképpen mindig megjelenik a bicikli, tehát vagy motivumként, vagy a szereplők bicikliznek, vagy eltűnik a bicikli, vagy keresik a bicikliüket. Szerelmi történet, megcsalatási történet, de azt is tudni kell, hogy egy kicsit zavaros az egész szerelem. Nem lehet tudni, hogy léteznek-e a szeretők, illetve hát, hogy ez a bizonyos törőszoló valóság összemély, vagy csak a nevezzük Klárának a főszereplőnőt az ő fejében jelenik meg, és hát végülis ez a végig megjelenik ez a játékosság, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy ők valójában léteznek, itt a Földön léteznek, vagy ez csak egy égi szerelemnek az álmodása, vagy az álomja. Úgyhogy hát nagyjából így lehetne összefoglalni. De mint épp beszéltünk is róla az est folyamán, hogy nagyon sokféle értelmezése, illetve hát olvasata lehet szerencsére. Amikor a kezedbe kaptad, nyilván hát ez a rajzait mellette is láttad, de amikor így egybe könyvtestben megfogtad ezt a kettős történetet, tehát a te szövegedet és az átért szövegedet valamennyi, vagy némiképp átért szövegedet és Edének az illusztrációit mellette, rajzait mellette, akkor, tehát ezt akartad? Tehát így összeállt benned? Hát először volt egyfajta idegenkedés, vagyis hát nem egy idegenkedés, hanem a minden szövegnek megvolt az eredeti képe, tehát az internetről ellopott képe, úgyhogy tehát volt egyfajta képi történet is a fejemben, úgymond, de ugyanakkor meg ami a... Ami valljuk be, teljesen más, mint az Edé. Igen, tehát semmi köze a kettőnek egymáshoz. Ugyanakkor viszont az Edé képei döbbentettek rá arra, hogy tulajdonképpen ez nem csak az én történetem, illetve, tehát amit az előbb is mondtam, hogy miután véget ért az én szerepem, illetve az én munkám ezzel a szöveggel, mindenkinek megvan a saját értelmezési lehetősége, és ebből a szempontból nagyon örülök, hogy Edé tulajdonképpen egy teljesen más történetet mesél el a képei által, ami viszont mégis ugyanaz valahol. És ezért szoktam mondani, illetve hát itt is mondtam, hogy tulajdonképpen mindenkinek saját magának kell elbicikliznie a saját törőzőjeival, illetve megtalálni a saját törőzőját. A szerző nem fejezte be az utolsó mondatot, reméli, hogy a történet blogos változata tovább íródik az olvasók által. Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva is nézzék a könyvjelzőt. Viszontlátásra!